Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai alkalommal szó lesz egy tök jó napról, mozgásba lendülnek a fiatalok, és szó lesz az idősebb generáció szellemi épségének megőrzéséről is. Tartsanak velünk! Tök jó hangulatú napon vehettek részt az érteklődők a kézművesek házában. Különféle kézműves technikákkal készíthettek őszi hangulatos díszeket és különféle tárgyakat azok, akik szeretnek kézműveskedni, alkotni. A szemeket összeöltöd. Én. Tanácsokat kap a horgoláshoz a Tök jó nap elnevezésű program egyik résztvevője. Jó néhány évvel ezelőtt indult az országos kezdeményezés, hogy legyen egy nyitott hétvége az alkotóházak számára, amikor bárki ellátogathat a műhelyekbe, betekintést nyerve az ottani munkába, kézműves tevékenységbe. Sok-sok évvel ezelőtt indult ez a nap, hogy az alkotóházak létrehoztak egy országos egyesületet, és egy külföldi kezdeményezéshez kapcsolódtak, hogy legyen nyitott hétvége az alkotóházaknál, sőt, műhelygalériák is kapcsolódtak hozzá, és akkor bárki jön hozzánk, megmutatjuk, hogy itt milyen munka folyik. Szeptemberi hónapban tartjuk ezt a nyitott alkotóházi hétvégét. Ránk volt bízva, hogy mit fogunk csinálni. A lényeg az, hogy kézművesség legyen benne. Mi úgy döntöttünk, hogy egy tök jó napot tartunk ezzel kapcsolatban, és most minden, amit a házban megtalálható, az valami az őszhöz kapcsolódó, vagy termések, gyümölcsök, tököt készítünk, mármint textilből meghorgolva is például, vagy kosárfonás van, vagy fa gyümölcsök, tehát kivágott fából gyümölcsök kézfestése, aztán nemezelés, szintén lehet tököt készíteni nemezelése, úgyhogy nagyon sokféle dolog van most itt a házban. Az egész napos programba sokan kapcsolódtak be vasárnap. Érkeztek nagymamák unokákkal, családok, édesanyák a gyermekkel töltött idő színesítéseként. Anya-lánya programon vagyunk, mert van egy kisfiam is, aki kisebb, és akkor a nagylánynak néha nem mindig van elég ideje anyával, úgyhogy most egy kis sumák kézműves programos dolgora eljöttünk, hogy bevezessem a kézművességbe egy kicsit. Én is faművesnek tanulok úgy, hogy úgy voltam vele, hogy jobb, hogyha ő is szereti az ilyen dolgokat, mert ezt fogja látni. Az elején tetszett neki, ami fog készülni, csak nem volt türelme kivárni, hogy elkészüljön, úgyhogy most gyorsan átment festeni, mert az gyorsabb. Nekem tetszik, én itt elgyurkolászom, és tök jó, mert rálátok a lányomra is közben. A Fehérvári Kézművesek Egyesületéből 16-an voltak jelen, hogy bemutassák az alkotóházat. Segítségükkel készültek a szebbnél szebb őszi, főleg tök és mak dekorációk, tárgyak. Kulcstartot készítettek, ez egy tök forma valóban, egy dísztök forma, de készítettünk makkos kulcstartot, kicsit nagyot, másfajta tökös kulcstartot, ez is egy kulcstartó, csak ez makkocska. És ezen gyakoroltuk ezt a hímzés technikát, a pelenkaöltést, úgyhogy többféle mindent ki lehetett itt próbálni, aki szeretett volna varni, de vartak is. Ez pedig olyan, hogy ide lehet berakni a... Ja, ez tűtartó, de ugyanilyet csináltunk kulcstartót is. A tök jó napon délelőttől délutánig bent a házban nemezből, fonalból, filcanyagból születtek tökök, fára festhettek a kisebbek és nagyobbak, az udvarban pedig kosárfonásra és szövésre volt lehetőség. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a mindennapos tanulással járó agytorna mellett a testüket is alaposan átmozgassák, hogy hogyan, arról Vas Dia aerobik oktató táplálkozási szakértővel beszélgettünk. Az első és legfontosabb az, hogy a sok ülés következtében elgyengülnek az izmaink. Nem feltétlenül a mély hátizmokra gondolok, hanem a farizom, a combizmai is elgyengülnek.
és ezáltal már alapból ugye a tartás nehezebb lesz, mert nem lesz mi megtartsam minket. Ugye másodszorban pedig nyilván ugye általában a gyerekek nem szépen egyenes háttal szoktak ülni, sőt a felnőttek sem az irodában az asztal mögött, hanem ugye görnyed háttal, ezáltal ugye előre esnek a vállaik, beszűkül a mellkasuk, elgyengülnek az izmok, a méhátizmok, illetve lesz egy leszűkült mellizma, aminek következtében azt fogjuk elérni, hogy amikor már normális menet közben vagyunk, állásban is ugye előre esett tartásban fog létezni az emberünk. És a legjobb megoldás az az, hogy nyilván rendszeresen kéne mozogni mindenkinek, körülbelül napi, hát ha nem is egy órát, de legalább egy 20 perc átmozgató torna felnőttnek, gyereknek egyaránt illene napi szinten beiktatni az életvitelébe. Illetve vannak apró trükkök, amivel ugye a sok ülő munkát lehet egyensúlyozni. Többek között, hogyha már egy instabil alátámasztást rakunk a székre, mint például egy egyensúlypárnát, akkor már kényszerítjük a testünket arra tanulás közben, hogy folyamatosan kompenzáljon és dolgozzanak a mély izmok. Ezek nem egy drága eszközök, szinte bárhol beszerezhetőek különböző webshopokon és áruházokban is. Én ezt nagyon szeretem alkalmazni. Illetve szünetben is én azt szoktam javasolni a diákoknak, fiatal kisgyerekeknek, hogy ha van lehetőségük, akkor menjenek ki az udvarra, rohangáljanak, szippancsanak friss levegőt, mert ugye a legjobb keringésfokozó az mégiscsak az, hogyha sétálnak, futkároznak, kergetőznek kint a szabadban, és nem bent a teremben vannak. Nyilván, hogyha erre nincsen lehetőség, mert rossz idő van, esik az eső, akkor a teremben is kicsit lehet nyújtózkodni, lehet guggolásokat végezni, fölleülni a székre, és különböző gyakorlatokat ülőhelyzetben is egyébként meg lehet csinálni, lehet végezni. Otthoni tanuláshoz én szoktam javasolni a szülőknek azt, hogy szerezzenek be egy fitnesslabdát, hiszen sokkal kényelmesebb rajta ülni, sokkal kényelmesebb rajta tanulni, és ugye, hát ugye picit nagyobb, mint ez a kis párna, viszont ugye lehet rajta közben pattogni, ugye a pattogás is a gerincben a csigolyákat arra készteti, hogy kicsikét ugye mozogjanak. Folyamatos ugye ütköztetésben vannak a porckorongok egymásra, és hát jobban fog menni a vérkeringés is. Folyamatosan instabil alátámasztásban vannak, tehát folyamatosan fognak dolgozni az izmok, és koncentrálni kell arra is, hogy ne essen le. A mozgás mellett az sem hátrány, ha a gyerekek megfelelő módon étkeznek. Nem mindegy ugyanis, mit eszünk reggelire, ahogy az sem, hogy a nap folyamán mikor eszünk utoljára. Mindemellett természetesen elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitele is. Folyamatos tudás közben szoktuk javasolni, ez főleg nagyobb vizsgák előtt, hogy a diákok egy 20-25 perccel a vizsga megkezdése előtt egy kis étcsokit fogyasszon. Ezáltal tele van antioxidánsokkal, és ez is segít fókuszálni az adott tananyagra vagy órára. Nem csak szénhidrátot kell enni reggelire, ugye azt általában szoktuk egy szendvicse vagy egy műzlivel letudni. Fontos mellé a fehérje bevitelés és a zsírok is, tehát mondjuk egy teljes kiőrésű szendvicsbe rakunk sonkát, mozzarellát, sok-sok zöldséget, és akkor körülbelül le tudtuk fedni. Fontos, hogy felkelés után egy órán belül meglegyen ez a reggel, tehát célszerű még otthon reggelizni, és az iskolában már ténylegesen 10 óra ízni. Lefekvés előtt két órával körülbelül célszerű utoljára fogyasztani, akkor már gyümölcsöket nem szoktam javasolni, már felpörget minket, ugye az is gyorsan felszívódó szénhidrát, tehát éjszakára pont az ellenkező hatást érjük el, mit szeretnénk, és felpörget, és ezáltal nem tudunk megfelelő mennyiség és minőségű alvást biztosítani a gyermekeink számára. Folyadékfogyasztás sem utolsó szempont, illetve az, hogy miből álljon össze ez a napi folyadékbevitel. Nagyon tudjuk, hogy szeretik a gyerekek a cukros üdítő italokat, de nyilván ez nem a legoptimálisabb, de hogyha nem szeretik, csak simán a mentes vizet, mert az lenne a legjobb, hogyha körülbelül egy két is filtert el tudnának belőle fogyasztani, akkor lehet őket ízesíteni különböző gyümölcsökkel, teát is lehet belőlük csinálni, vagy esetleg gyümölcsleveket fel lehet húzni vízzel, és akkor mégse egy cukros üdítő italt isznak a gyerekek, de fontos a folyadékfogyasztás, hiszen dehidratált állapotban a szervezet nem tud úgy koncentrálni, ahogy kellene. Thank you.
Egyedülálló pumpapályát adtak át Iszka-Szentgyörgyön, ahol a kerékpározásra alkalmas körpályát már az átadó előtt birtokba vették a gyerekek. Mi köze Nicole Kidmannek az Iszka-Szentgyörgyi pumpapályához? Első hallásra bizonyára nem sok. Azonban azok, akik a 90-es években voltak gyerekek, emlékezhetnek a színésznő egyik első filmjére, a BMX banditákra. Amennyiben beugrott a kultikus film, akkor ismerős lehet az az érzés is, amikor gyerekként a film élményétől átszellemülve felcsatoltuk a bukósisakot, esetleg a térdés könyökvédőket, majd felpattantunk a bringánkra és megkezdtük a száguldást. Hasonló élményben lehet részük azoknak a gyerekeknek, akik ellátogatnak az Iszka-Szentgyörgyi pumpapályára. Nagyon tetszik, elég jó ez, hogy Iszka-Szentgyörgyön is van egy ilyen pálya. Lehet rajta menni elég jól, elég gyorsan. Mire kell figyelni, hogy ne essél el? Hát, hogy itt a kanyarokba nem menj túlságosan ki, mert ott a kövek nagyon csúsznak meg ilyenekre. Meg hogy ne essél pofára az ugratóknak. Nagy volt a nyüzsgés szerda délután az Iszka-Szentgyörgyi Kőszínház szomszédságában elterülő Dimbes-Dombos területen. Elkészült a pumpapálya, mely kiváló szórakozást nyújt a kisebb és nagyobb biciklistáknak egyaránt. Gál Attila, Iszka-Szentgyörgy polgármestere örömét fejezte ki a környéken egyedülálló pálya elkészülte kapcsán, amelyet az Európai Mobilitási Hét autómentes napján adtak át. Végre egy olyan tér, közösségi tér épült itt Iszka-Szentgyörgyön, ami kiszolgálja azokat a fiatalokat, akik a játszótérből kinőttek, és Isten igazából letapadtak most a számítógépek elé, különösen a Covid időszakban, úgyhogy mi annak örülünk, hogy ennek a korosztálynak, de lefele ismerítünk, meg fölfele felnőttek is jönnek, tudunk egy olyan pumpapályát kínálni, ahol jó levegőn, barátok között tölthetik el az idejüket. A pumpapálya elnevezés nem véletlen, hiszen a pályán gyakorlatilag pumpáló mozdulattal kell tekerni a bringákat. A pályának az adottságait használjuk ki az előrehaladáshoz, tehát ugye a lejtőnél ugye belepumpálunk egyet a testünkkel, és ezzel ugye segítünk, ugye lendületet adunk a kerékpárnak, hogy a következő dombra fel tudjunk menni, és gyakorlatilag ezt csináljuk egész végig, amíg körben nem érünk. Fülöpné Nagy Anikó az Iszka-Szentgyörgyi általános iskolában tanít, és az osztályával együtt érkezett a megnyitóra. Ötödikes gyerekeket hoztam le, mert ugye szóba került, hogy lesz ez az avató, és kértek, hogyha lehet, akkor jöjjünk le. Szülőkkel megbeszéltem, hogy vigyázok rájuk, amennyire lehet, úgyhogy nem akarom őket megfosztani ettől az élménytől, és természetesen gyűjtjük az osztályközösség fotóit, azért csattogtattam itt a mobiltelefonomat. Isztimér polgármestere, Gömbösné Rostaházi Judit reméli, hogy idővel Isztiméren is épülhet majd hasonló létesítmény. Nagyon irigylem Iszka-Szentgyörgy polgármesterét és Iszka-Szentgyörgy gyermekeit, hogy ilyen pályájuk van. Elhatároztam, hogy biztos, hogy az isztiméri gyerekeket le fogjuk hozni, bármilyen programmal is, és azon leszünk, hogy talán majd egyszer nálunk is lesz egy ilyen, vagy hasonló. Jó egészséget, jó szórakozást kívánok a gyerekeknek ehhez a pályához. A pályaavatón természetesen számos szülő is jelen volt. Örülünk neki, hogy Iszkán ilyen van. Mondjuk az én kislányom még pici hozzá, de nagyon örülnek neki a gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen, és tényleg mindenki viselje a sisakot. A pálya az Aktív Magyarország program támogatásával valósulhatott meg. A kapcsolódó pályázat keretében 39 helyen épülhet hasonló létesítmény az országban. A beruházás összértéke 1,1 milliárd forint, amelynek a fele minden esetben vissza nem térítendő állami támogatás. Az Iszka-Szentgyörgyi pumpapálya esetében 24 millió forintba került a beruházás, amelyhez 12 milliós állami támogatás mellett a képviselőtestület szintén 12 millió forintot biztosított. Töli Gergely, az Aktív Magyarországért program vezetője szerint az egyik fő cél az, hogy a legfiatalabb generációnak egy alternatív kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a mobiltelefon és a számítógép mellett. Elsősorban így van, az gyerekek használják, de bármilyen korosztály fel tud ide menni és tud bringázni. Azért tök jó, mert forgalomtól elzárt, biztonságos helyen lehet ezt megtenni, és tényleg minden korosztálynak így a kerékpár kezelési készségei fejlődni tudnak itt, amit majd akár a forgalomban is kamatoztatni tudnak.
Gála Attila polgármester a megnyitóhoz kapcsolódóan kiemelte, hogy az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó pályázatból elnyert 500 ezer forintos támogatásból a megnyitót követően a gyerekek között láthatósági mellényeket, láthatósági pántokat és bukósisakokat osztottak, illetve sorsoltak ki. A pályát természetesen csak a megfelelő védőfelszerelés birtokában javasolt használni. A kerékpáros sisak minden esetben nélkülözhetetlen kelléke kell legyen az önfelett körözésnek. Hazánkban 250 ezer ember él demenciával. Az Alzheimer világnapján a korai felismerésre hívták fel a figyelmet Székesfehérváron is. Többen érkeztek a pláza előtti térre, hogy demencia szűrésen és átfogó egészségügyi szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Az Alzheimer világnapján az egyik kiemelt cél a figyelemfelhívás volt a demenciára, a korai felismerésre. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája. Sajnálatos módon 250 ezer demenciával élő honfitársunkról tudunk. Az ő állapotuk, az ő kezelésük, a rájuk való figyelemfelkeltés egy fontos eleme ennek a mai napnak. A minket körülvevő harsány világban a csendes dolgokat sokszor nem veszük észre. Ez a betegség is ilyen csendesen, lassan fejlődik ki. Nagyon fontos az, hogy a családtagok, az időseket körülvevő személyek vegyék észre azokat a jeleket, amikkel előbb-utóbb orvoshoz és inkább előbb orvoshoz jutnak, hogy még időben el lehessen kezdeni a kezelésüket. Nagyon fontos az is, hogy a családok, az ellátórendszerek készen legyenek ennek a sok betegnek az ellátásra, és talán még fontosabb, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, testileg, lelkileg, szellemileg tartsuk magunkat frissen, hogy lehetőség szerint elkerüljük ennek a betegségnek a kialakulását, vagy ha már kialakult, annak a sebességének a lassulását tudjuk elérni. Az Alzheimer világnapi rendezvény Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjával, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata támogatásával, a Katolikus Szeretetszolgálat országos papi otthona együttműködésében valósult meg. Ma az emberrel nagyon sokat foglalkozunk, sokszor olyan oldalról megközelítve ezt a dolgot, amelyet értetetlennek és fölöslegesnek is gondolhatunk. De amikor látjuk, hogy 500 000 embert érint a demencia, és 1 millió ember az, aki érintett ebben a kérdésben, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek feladata van a demenciával kapcsolatban. Oda kell állni érző szívvel, értő szemmel és segítőkész szívvel. Én erre szeretném az embereket biztatni, ezt kérem tőlük, akár úgy, mint a Katolikus Egyház papja, akár mint egy ember, aki az embertársal szemben felelősséget akar hordozni. Székesfehérváron több szűrőnapon is van lehetőség az egészségi állapot felmérésére. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, fontos ráirányítani a figyelmet ezek fontosságára a különböző világnapokon is. Nagyon fontos, hogy a különböző világnapokhoz kapcsolódóan is, de általában legyenek olyan szűrőprogramok, amelyekkel segítjük a betegségek megelőzését, a figyelemfelhívást, és ugye talán minél egészségesebben éljenek a székesfehérváriak. Azt gondolom, nagyon büszkék lehetünk arra a szűrőprogramra, amelyet évekkel ezelőtt elindítottunk, és ma pedig az országos szűrőprogram keretében egy 40 szűrésre alkalmas állomás érkezett Székesfehérvárra. Azt gondolom, nagy felelősségünk, hogy minél többekhez elvigyük ezeknek a prevenciós lehetőségeknek a hírét és a lehetőségét. Kettő, azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Székesfehérváron az idősek mennyire aktívak, hiszen nagyon sok közösség van, akár kulturális, akár sport tekintetében, és ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy akár a demenciát, akár más betegségeket talán kitoljuk, vagy éppen megelőzzük. És hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy egyrészt minél jobban figyeljünk embertársainkra. Az elmúlt másfél év is megmutatta, hogy mennyire fontos a figyelem, és egyre több olyan időssel találkozunk mi is, akik egyedül élnek, kevés kapcsolatuk
van, és azt gondolom, hogy nagyon fontos közös felelősségünk, hogy ezekre az emberekre is kiemelten figyeljünk, akár magánemberként, akár pedig az ellátórendszer keretében. Egervári Ágnes, az INTA program szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ügyeljünk testi és lelki egészségünkre, így elkerülhető a demencia. Amint valamilyen problémát észlelünk, feledékenységet, személyiségváltozást, jelentkezzünk neurológusnál, pszichiáternél. Az Alzheimer-kór nem gyógyítható, de bizonyos eszközökkel lassítható a betegség folyamata. Rendkívül fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, és éljünk egészségtudatosan. Járjunk el szűrővizsgálatokra, hogyha például egy magas vérnyomásbetegség kezdődik, azt kezelni kell. Mindezekkel megfelelő diétával, az úgynevezett mediterrán típusú diétával, azzal, hogyha nem dohányzunk, azzal, hogyha rendszeresen mozgunk, illetve megőrizzük a szellemi frissességünket, akkor sokat teszünk azért, hogy elkerüljük a demencia különböző formáit. Ha mégis valamiféle feledékenységet, viselkedésváltozást, személyiségváltozást érzékelünk, akár csak saját magunkon észrevesszük, hogy nehezebben jutnak eszünkbe a szavak, elfelejtünk programokat, időpontokat, amiket megbeszéltünk, vagy nem csak a túlterheltségünk miatt, hanem annál már egy kicsit gyakrabban elfelejtünk mondjuk egy fontos befizetést, akkor érdemes elmenni a házi orvoshoz, neurológushoz, pszichiáterhez, és megosztani vele ezeket az információkat, és utána lehet járni, hogy van-e mögött valójában egy betegség kezdet. Ha ugyanezt hozzátartozónkon érezzük, vagy vesszük észre, akkor ugyanígy érdemes a diagnózishoz eljutni, akkor is, hogyha jelen pillanatban az Alzheimer-kór még nem gyógyítható. Mert vannak olyan eszközeink, amivel lassíthatjuk a korlefolyást, illetve az egészségügyi és szociális ellátórendszerben is vannak különböző segítségnyújtási lehetőségek. Vannak olyan eszközök, amivel az emberi méltóság megőrzésével érintett beteg és a családtagjainak az életminőségének a megőrzésével tudjuk felvenni a harcot ezzel a betegséggel, és el tudjuk kísérni a beteget. Hogyha mi megtanuljuk azokat a trükköket, amivel mi be tudunk lépni az ő világába, akkor mindegyikünknek könnyebb lesz. Ők már a betegség előre haladott állapotában nem biztos, hogy értik a szavakat, amiket mi mondunk, de a kifejezésünket, a testbeszédünket sokszor igen, és megvannak azok a módszerek, amivel megkönnyíthetjük a mindennapjainkat. Én azt javaslom mindenkinek, hogy egyrészt figyeljen oda ezekre az apró jelekre, másrészt pedig, ha úgy tűnik, hogy a betegség jelentkezik, akkor kérjen segítséget. A betegség nem szégyen, és nem kell titkolni, és a különböző segítségnyújtási lehetőségeket meg kell ragadni. Van például a demencia.hu weboldal, vannak ma már Magyarországon olyan rövidfilmek, Koltai Robert főszereplésével néhány percben, olyan módon mutatja be a demencia egyes jelenségeit, hogy ilyen aha élményként ráismerhetünk esetleg bizonyos pillanatokra, amiket már tapasztaltunk a családtagjainknál, illetve sok olyan papírformátumban olvasható könyv is van, ami segít minket ezen az úton. Forduljunk a szakemberekhez. A szociális klaszterrel mi 10 esztendeje kísérjük ezt a kamiont, és az érintett korosztálynak, a 65 év felettieknek egy egyszerű memória szűrési lehetőséget nyújtunk, amivel aztán, hogyha itt felmerül bármiféle gyanú, akkor érdemes elmenni szakorvoshoz. A rendezvényen a regisztrációt követően demencia tesztet tölthettek ki a résztvevők, majd a szűrőbuszban 40 féle vizsgálatra, például kardiológiai, szemészeti, laborvizsgálatokra volt lehetőség. Ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten is érdekes témákkal készülünk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!